Verseci Edina maszkókészítőnek vallja magát, fontos számára az egyéniség megjelenítése. Hagyományos régi technikákkal dolgozik, a maszkókat kézzel varja, szalmával, forgáccsal tölti meg. A kezdetekről, élményeiről számol be stábunknak. Több dolgot is szívesen kipróbálok, vagy nagyon szeretek alkotni, és régebben készítettem bábukat is, és így felfedeztem, hogy nagyon szeretném megtanulni a mackó készítést, és találtam egy rendkívül tehetséges mesternőt, akitől elsajátítottam így egy-két dolgot, viszont ha az ember tényleg saját művész macikat szeretne, akkor nagyon fontos, hogy előbb-utóbb kidolgozd a saját szabás mintádat. Felfedeztem a Győrben minden évben megrendezett mackó és baba kiállítást, és nem volt sok önbizalmam azzal, hogy most én benevezzek egy ilyen kiállítás és versenyre, de a kolléganőim és barátaim nagyon bíztattak, hogy próbáld meg, és ott a kiállítás és a verseny úgy történik, hogy minden évben meghirdetnek egy adott témát. Például az egyik évben az volt, hogy színház az egész világ. És akkor így eszembe jutott ugye gyerekkorból a film Lilionfi, és akkor így megalkottam Lilionfit és Mariskát, mint medvéket. Egyik évben pedig volt egy olyan téma, hogy a könnyű zene hullámhosszán, és akkor pedig elkészítettem Freddie Mercuryt, mint mackót, amit lehet is látni a kiállításon. De nagyon sokszor kis dolgok inspirálnak, például találok valamit, egy apró dolgot, ami így beindít bennem valamit, hogy ó, ez akkor nagyon jó lenne egy tengerész mackóhoz, vagy egy Lili mackóhoz, aki első randira készül. Tehát nagyon sokszor kis, apró dolgok, amiket találok, vagy felfedezek, azok így inspirálnak. Mackóival már több országos versenyen vett részt, számos díjat és elismerést kapott. Aranyérmes lett a győri baba és mackó kiállításon. A téli álomra készülő mackópárral ért el első helyezést. Pedagógusként örömmel tölti el a gyerekek szívmelengető visszajelzései. És ennek nagyon-nagyon örültem, mert minden évben benevezek a versenyre, és hát általában ilyen második helyezéseket szoktam elérni, és amikor most idén megkaptam, hogy végre aranyérmesek a mackóim, akkor az nagyon nagy büszkeséggel töltött el. Az iskolában szoktam mesélni a mackóimról, vagy megmutatni képeket, vagy be is viszem az iskolába őket, és például most a kiállításon látható egy kis matróz, egy mackó, és a dekorációt hozzá a harmadik osztályos tanulóktól kaptam, egy gyönyörű hajó, és nagyon büszkék, hogy most az ő hajójuk az osztályteremből ide került az én egyik mackómmal. Tehát igen, nagyon, és mindig kérdezik, hogy van már új mackó, vagy megmutatod, elhozod, tehát a gyerekek nagyon tudnak örülni neki. A számára legkedvesebb történetét is elmesélte stábunknak. A játszótéren voltunk a gyerekekkel, és az egyik kisfiú megkérdezte tőlem, hogy Edina néni, kérdeztetek valamit? Mondtam, hogy igen. Öntre hány? És mondom, de miért kérdezed, hogy öntre hány vagyok-e? Hát, mert a kézművesek, művészek, mint ön, meg én, azok általában nagyon trehányak. És mondtam neki, hogy talán te az alkotói káoszra gondolsz? És azt mondta, hogy hát úgy is lehet mondani, de anyukám csak trehányságnak hívja. Úgy látom, hogy amit én szeretnék elérni az alkotásaimmal, az nem az, hogy én most el tudjam őket adni és egy tömeggyártásba kezdek, hanem hogy ha valaki ránéz ezekre a mackókra, akkor megtapasztalja a varást. Tehát, hogy felébresszem bennünk valamit a gyerekkorunkból, vagy ha nem is a gyerekkorunkból, abból a belső gyerekkori énből, ami ott van bennünk, az a kisgyerek, aki még rá tud csodálkozni dolgokra, aki még tud örülni a hónak, az apró örömöknek. És én ezt látom, hogy amikor felnőttek nézik a mackóimat,
akkor megint gyerekké válnak egy kicsit. És nekem, tehát azt hiszem, hogy ez a cél, hogy örömet okozni, és hogy az emberek megint megtalálják azt a belső kis gyermeket önmagukban. Amikor a Judit felajánlotta ezt a lehetőséget a kiállításra, akkor én mondtam, hogy talán februárban, amikor a mackók jönnek ki a téli álomból, hogy akkor rendezzük meg, de ő nagyon szerette volna, hogyha ez karácsonykor történik, tehát ebben az időben, mert azt mondta, hogy ez olyan hangulatos lenne, hogy az advent és karácsony időszakban itt lennének a mackók, úgyhogy akkor én így beadtam a derekam. Egy mackón van ott, aki a karácsonyra készülő mackó, a többiek pedig az élet minden szinteréről érkeztek. A kiállítás január közepéig látogatható.